Pünkösdi mulatság rendeztetik egész napra. Pünkösdi király és királyné választatik, merre minden vendég ide kérettetik. Színes programmal várták az érdeklődőket a 23. Guti Pünkösdi napok szervezői. A KMKS által 1991-ben a hagyományőrzés szándékával létrehozott program az évek során a Beregvidék meghatározó rendezvényévé vált. Ez alkalommal a kereszténység egyik legfőbb ünnepe mellett a jövőt, a gyerekeket is megünnepelték. Emberek igénylik a közösséget, a közösség megtartó erejét, és annak ellenére, hogy háborús időszakban vagyunk, és sokakban a fortélyos félelem bennük van, de mégiscsak azt tudjuk leszűrni, hogy szükség van az ilyen rendezvényekre, mely erőt, hitet, kitartást ad az embereknek, maga a közösség erejét megtapasztalhatják, és éppen emiatt úgy gondolom, hogy remélhetőleg a 24-et is meg fogjuk majd tartani. Hát jelen pillanatban, ahol ezen a helyen vagyunk, ez egy szigete Gutnak, és el kell róla mondani, hogy amelyet teljesen vizek vettek körbe, hát a középkorban valószínűleg itt volt az a menedékhely, ahol elrejtőztek az ellenség elől, és ma ezen a szigeten a legfontosabb intézményeink vannak itt, mégpedig a templom, az iskola és az óvoda. Tehát úgy gondolom, hogy ez a három intézmény az, amelyik képviseli, szimbolizálja a múltat, a jelent és a jövőt, és ameddig ezek az intézményeink megvannak is, anyanyelvükön tanulhatnak a gyerekek addig, úgy gondolom, hogy van miért küzdenünk, dolgoznunk, hogy a jövőben is megtarthatjuk, és ne csak megtarthatjuk, de a népi folklórunknak megfelelően tudjuk levezetni ezeket az ünnepeket. Öröm látni azt, hogy ilyen nehéz időben is ennyi ember gyűlt ma össze Guton, hogy együtt ünnepeljék a Szentlélek kiteljesedését. Emelte ki köszöntő beszédében Bacskai József, Magyarország ungvári főkonzulátusának főkonzulja. Gut egy ősi település, nagy hagyományokkal rendelkezik, és az elmúlt évszázadokban minden pünkösd alkalmából megtartották ezt a szent ünnepet, és a modern korban pedig erre rárokódtak néprajzi, népzenei és egyéb hagyományőrző rendezvények is. Pünkösd a kárpátaljai és a világ magyarságának egyik központi ünnepe. A nemzeti összetartozásunkat fejezi ki, hiszen sokan ilyenkor elzarándokolnak Csíksomlyóra, úgy Kárpátaljáról, mint Magyarországról, vagy a világ bármely pontjáról. A háborúban ez különösen fontos, hogy hagyományainkat ápoljuk, mert ha ezt nem tesszük meg, nem gondolunk ezekre az eseményekre, akkor elsodornak bennünket a mindennapok. Viszont ilyenkor tudunk arra gondolni, hogy hogyan lehet békésen élni egymás mellett, hogyan lehet a Szentlélek kiáldása révén békében élni, gondolkodni, munkálkodni, nemzetiségtől függetlenül. Rohanó világunkban nagyon nagy értékkel bírnak az ilyen események a beregszászi járásban. Büszkéknek kell lennünk keresztény hagyományainkra, ahogy a Beregvidék is büszke a Guti Pünkösdi napokra, amely a környéken található települések közös rendezvénye is egyben. Hangsúlyozta Lokita István, a beregszászi járási katonai adminisztráció vezető helyettese. Nagyon nagy érték ezek a rendezvények, mert ugye mindenki számára tudott, hogy milyen nehéz helyzetben van országunk az orosz agresszió miatt, de viszont ezek az ünnepek szerintem segítenek egy kicsit összekovácsolni az itthon maradottakat, adnak egy kis lelki felüdülést, mivel hogy a pünkösdi nap, a pünkösd a keresztény világ egyik legnagyobb ünnepe, tehát a Szentléleknek a beteljesedése. Szerény véleményem szerint, igaz Szentlélek általi vezetés szerint nem tudunk igaz keresztény életet élni, mert amellett pedig még egy nagyon nagy ünnepünk van, aminélkül nincsen jövőnk, ez pedig a gyereknap. Tehát a közös jövőnket én a Szentlélek által vezetett életben és a gyerekekben látom.
Hagyományosan az iskolások előadásai és az elmaradhatatlan focikupa mellett Guton pünköstkor tematikus képzőművészeti kiállítást is szerveznek. Idén az érdeklődők Sín József az elmúlt évtizedekben készített fotóit tekinthették meg, amelynek központi témája a guti gyermekek voltak. Hazajöttem a katonaságtól, akkor az első dolog volt, hogy egy kis, ha jól emlékszek, Videa nevezetű fényképezőgépet vásároltam, és attól kezdve folyamatosan nem csak fotóztam, hanem amire úgy éreztem, hogy érdemes arra, hogy megmaradjon, azokat meg is tartottam. Tehát így nem volt nehéz feladat, most amikor a Guti Pünkösdő napokhoz és a Nemzetközi Gyermeknapra készültünk, tehát hogy a gyerekeknek többek között egy fotókiállítást rendezzünk, tehát 44 fotó van kiállítva, amelyek 50, 40, 30, 20 évesek, ezek már ma felnőtt emberek. Nekik is kellemes volt bejönni és megnézni a gyermek és az ifjúkorukat. Azon kívül állandó fotókiállításunk van itt néhány témában, tehát például családi történetek, egyháztörténet, sporttörténet, amelyek állandó kiállítások vannak, és ezeket időnként megújítjuk. Valamint nagyon sok szép beregiszőüttes sikerült beszerezni. A Guti Pünkösdi napokon több mint 300 fő vett részt. A szervezők bíznak abban, hogy a háború mielőbb véget ér, és jövőre a Szentlélek kiáradása mellett a békét is megünnepelhetik.